Sziasztok! A mai videóban összefoglalom a Third Row Tesla Podcast második részét. A csapat az Autopilot frissítésekről beszélt. Elon elmondta, a 3D-s címkézés a következő nagy dolog, ami nagyban felgyorsítja a fejlődést, csak úgy, mint a Dojo, ami a neurális hálózat tanulását hivatott felgyorsítani. Elon szerint a konkurencia végül fel fog zárkózni, ha nem is az akkori, de a mai szintjükhöz. Elon szerint néhány év múlva olyan lesz az önvezetés, mint a GPS navigáció anno. Az is nagy dolognak számított 10-15 éve. Manapság viszont triviális. Elon szerint 10 év múlva az önvezetés is egyszerűnek fog tűnni. Elmondta továbbá, az autóipar lassan reagál, mert megszokta a lassú fejlődést. Ezért nem gyártott még senki nagyobb hatótávú elektromos autót a szigorúbb amerikai EPA szabvány szerint, mint a 2012-es Model S. Elon viccesen hozzátette, a Tesla alapötlete teljes mértékben hibás volt. Azt gondolták, vesznek néhány könnyű kis Lotus Elise-t, pár AC Propulsion elektromos motort, pár akkumulátort, összerakják őket és már kész is. Csak hogy ez egyáltalán nem volt ilyen egyszerű. Először is az AC Propulsion elektromos motor kézzel gyártott volt, így lehetetlennek tűnt nagy mennyiségbe gyártani. Tudtak néhány nagyon drága prototípust gyártani, de a végén nagy mennyiségben már nem is használták az AC Propulsion motorját. Ahogy már többször is elmondta, egyszerűbb lett volna teljesen nulláról építeni egy új autót. Elon szerint egy startup életben maradásának legfontosabb része, hogy mennyire hamar tudnak reagálni a változásokra. Sok új cég ütközik nagy nehézségekbe az elején, de minden megoldható, ha tudnak alkalmazkodni. But I think like the real test of any given startup is how well does it respond to adversity and adapt and just figure it out. Példaként a Confinity-t hozta fel. Nem sok értelme volt a Palm Pilotos infravörös portos pénzküldésnek, de hamar alkalmazkodtak az online pénz átutaláshoz, ami kulcsfontosságú volt. Az X.com-mal az elején az egész bankszektorra fókuszáltak, de a teljes bankszektori működéshez rengeteg engedélyre lett volna szükség, ami csak lelassította volna őket. Így végül csak az átutalásokra, fizetésekre fókuszáltak, amihez elég volt egy gyors $50 engedély az államtól. Omar hozzátette, egy kicsit naívnak kell lenni ahhoz, hogy nagy dologba vágjunk. Elon ezzel egyetértett, ugyanakkor úgy gondolja, ha az ember a végcélre koncentrál, könnyebb. A nagy mennyiségben történő gyártás őrült nehéz. Roadsterből például 600-at gyártottak legjobb évükben. Nagyjából 10-12-t hetente. Eleinte sikerült 2-t legyártani egy nap, az már nagy napnak számított. Manapság a Tesla 1000 autót gyárt egy nap. Kimball hozzátette, hihetetlen látni, hogy a gyár egyik végében az alumínium hengerek vannak, a másik végén meg a kész autók gördülnek ki. Sokan alábecsülik, milyen nehéz 10 000 alkatrészt összerakni. Elon hozzátette, csak az aksi csomag több ezer cellából áll. Sophia megkérdezte, milyen folyamatokat vettek ki a gyártási folyamatból Elon híres First Principle, vagyis elsődleges alapelv gondolkozása alapján. Elon elmondta, a Model S volt az első autó, amit teljes mértékben ők építettek. Előtte a Lotus gyártotta a kasznit és a hajtáslánc egy részét. A Tesla a motort, az aksikat adta, és persze ők szerelték össze az egészet. A végső összeszerelés a Menlo Parki boltjukban volt, ami előtte egy hatalmas Ford szalon volt. A Revenge of the Electric Car című dokumentumfilmben látható is a bolt, illetve a manufaktúra belülről. A korai roadsterek rettentő megbízhatatlanok voltak, így 30 mérföldet mentek mindegyikkel, miközben valaki követte a kocsit, csak ha lerobbanna az első mérföldeken. A lépés a Model S-re igazából egy óriási ugrás volt. Hihetetlen nehéznek számított. Megvették az öreg Fremonti General Motors Toyota gyárat. Az előző bérlők még vastelepre sem való dolgokat hagytak csak ott, de ők még így is hasznát vették néhány eszköznek. A Model S gyártósorát nulláról kellett felépíteni. További probléma volt, hogy a beszállítók nem akartak velük dolgozni, vagy ha mégis, akkor a legrosszabb csapatukat rendelték a Teslahoz. Ami érthető, mert ha belegondolunk, melyik cégben bízik meg egy beszállító? A régi bejáratott márkákban, vagy egy új startupban, amelyik bármelyik pillanatban csődbe mehet. Nem maradt más megoldás, a túlélés érdekében csak a vertikális integráció. It was vertically integrated or die. Elon elmesélte, hogy az akkumulátor gyártását egy tájföldi cégre akarták bízni, akik előtte grilleket gyártottak. Egyértelmű volt, hogy nem lesznek képesek akkumulátorokat gyártani, így úgy döntöttek, az akkori központjukban, San Carlosban fogják inkább gyártani azokat. Masszív mennyiségű munkába került a prototípus szakaszból eljutni a tömeggyártásig, aminek a legfontosabb része az azonnali visszajelzés. Ez lehetetlen lett volna egy tájföldi céggel.
Ha már egy létező bejáratott gyáruk van, azt viszonylag egyszerű újra felépíteni egy másik országban. Az eredeti megoldásban olyan hosszú lett volna a beszerzési és a gyártási folyamat, hogy csak 6 hónap múlva derült volna ki, ha valami nem működik, ami egyenes út a csődhöz. Az eredeti roadster akkumulátora 16 modulból állt. Ez azért volt hasznos, mert ha az egyik modul tönkrement, egyből ki lehetett venni, és egy másikat a helyére rakni, csak úgy, mint a szervereknél. Manapság már nincs is szükség modulokra, csak cellákra és a teljes aksi csomagra. Omar megkérdezte, hogy van-e funkciója a Model 3 moduljainak, vagy csak maradvány. Milon elmondta, haszna már nincs, mivel a Model 3 moduljai már nem cserélhetőek. Ez csak egy maradványa, a roadster megbízhatatlanságának, ahol még volt értelme a modulokat cserélgetni. Ahogy Elon elmondta, van néhány dolog, aminek van egy kis lendülete. But these things just have a lot of inertia. A jövőben csak cellákat és teljes akkumulátorcsomagokat fognak gyártani. Elon elmondta, a Model S tervezési szakaszában a telefonoknak még cserélhető volt az akkumulátora, így ők is ebben gondolkoztak. A Model S és az X még a mai napig cserélhető akkumulátorcsomaggal készül, akkor is, ha ezt már nem is tervezik. Elon úgy gondolja, minden cég hibái és téves feltételezései tükröződnek a termékükben is. Így fordulhat elő, hogy dobozok vannak dobozokban, mint a modul az aksi csomagban. A másik példa, hogy a Model 3 esetében az akkumulátorcsomagnak van fedőlemeze, miközben a kocsinak van padlólemeze, aminek nincs értelme. Ezt mindenféleképpen megszüntetik a jövőben, hogy kedvezőbbek legyenek a költségek. Elon hozzátette, a Tesla az első új autógyár az elmúlt 80 évben, ami elérte a tömeggyártást. Nem véletlenül mentek át az Elon által csak production hellnek, vagyis gyártási pokolnak nevezett időszakon. Az elmúlt 100 évben több mint 1000 autógyár ment tönkre ebben, melynek többségéről még csak nem is hallottunk. Ezt kellett volna a sortolóknak hangsúlyozni, de szerencsére ezt nem tudták. A jelenlegi autógyárak többsége nem az autóeladásból él. A fő bevétel a szervizelésből és a csere alkatrészekből van. Az új autókat minimális, legtöbbször kevesebb, mint 10% haszonnal gyártják, vagy néhány esetben, például az elektromos autóik esetében veszteséggel árulják azokat egyes gyártók. Ez hasonló, mint a borotvák és a pengék esete, vagy még jobb példa a játékkonzolok. A Sonynak és a Microsoftnak is többe kerül a konzolokat előállítani, mint amennyiért árulják. A konzol miatt kiesett bevételüket a játékeladásokból pótolják. Egy új autógyárnak nincs meglévő flottája, melyekhez cserealkatrészeket lehetne eladni. Így ez az elsődleges ok, hogy nem volt sikeres új autógyár Amerikában az elmúlt 80 évben. Az autógyárak flottájának 80% a garancián kívüli, így ha nem gyártanak több autót, akkor is lenne még évekig bevételük. Az egyetlen út, amivel ez megkerülhető, hogyha egy új autógyár sokkal jobb autókat gyárt, amiért az emberek kifizetik a prémiumot. Ahhoz, hogy egy új autógyár sikeres legyen, nem elég, hogy sikeres legyen csak egy téren. Így nekik is elengedhetetlen, hogy ne csak jó elektromos autókat gyártsanak, de az önvezetés is kulcs a sikerhez. A Tesla célja az iparággal ellentétben, hogy minimalizálja a szervizköltségeket. Érdekes, hogy az innovációt mindig új szereplők hozzák a piacra. Elon ezért vár más cégeket is a rakétaiparban. Viv a Rocket Lab megközelítéséről kérdezte Elont. A Rocket Lab helikopterekkel és hálókkal tervezi elkapni a rakétagyorsítókat. Elon nem tartja a legjobb ötletnek a nagy súly, nagy fogyasztás és a rossz időbe történő irányíthatóság szempontjából sem. Szerinte a drónhajók biztonságosabbak. Omar ezután a városból városba történő rakétajáratokról kérdezte Elont. Aki elmondta, mindenféleképpen megvalósítható, de a zaj nagy hátrány lesz. A hangrobbanást nem túl kellemes egy nap többször is hallani. Ezért azt tervezik, hogy 20-30 mérföldre a szárazföldtől a tengeren alakítanak ki fel- és leszálló helyeket. Viv arról kérdezte Elont, hogyan tudnak majd annyi Starshipet gyártani. Elon elmondta, rengeteg fém nyomtatójuk van, illetve van egy öntödélyük is. Ezután Gali kérdezte az elektromos repülőkről. Elon szerint nagyon bonyolult elektromos repülőt, vagy helyből elektromosan felszálló hagyományos repülőt gyártani. It's not like there's like a ton of unallocated resources at Tesla. I'm like, oh, what should we do now? It's like a constant resource starvation. Elmondta továbbá, folyamatosan mérnök hiánnyal küzdenek, szóval nem akar nagy, új, bonyolult projekteket. Jó lenne, ha lenne egy idézőjelbe gyár, ahol kiváló mérnököket képeznek, de sajnos ez nem létezik. If there was a factory producing excellent engineers, that would be true. Where is this factory? Biztosan hozzátette, a priorizáció nem választás, hanem kényszer szülte.
And the prioritizing has usually been out of desperation, not choice. It's not like, oh, let's sit back and how should we spend these resources? This damn thing isn't going to work. If we don't make it work, we're going to go bankrupt. Általában arról van szó, ha nem oldják meg a problémákat, csődbe mennek. A Model 3-mal annyi problémájuk volt, hogy mindenki a gyártás felfuttatásán dolgozott. A képlet egyszerű volt, csak akkor tudták haszonnal, de olcsón adni, ha sikerül a tömeggyártást megoldani. Ha nem tudták volna nagy mennyiségbe gyártani, nem tudták volna haszonnal eladni az autókat. Olyan volt, mint egy videójáték, ahol folyamatosan egy óriási golyó akarja kilapítani a főszereplőt. Ráadásul egy hatalmas gödör van előtte. Nincs lassítás, csak előre lehet menekülni, és egyre gyorsabbnak kell lenni. Jelenleg a legnagyobb probléma, hogy minden kontinensen gyárat kell létrehozzanak. Fremontban több verziót kell minden modellből gyártaniuk. Az első 6 hétben európai és ázsiai piacra gyártanak, a következő 3 hétre Amerika keleti részére gyártanak, azután 2 hétig a nyugati part következik. Így minden negyed év végén nagy rohanás van, hogy átadják az összes autót. A shanghai és később a berlini gyár is nagyot segíthet majd a cégnek. Őrült problémák vannak a szállítással is. Néha kénytelenek amerikai lámpákkal hajóra tenni az autókat, de a kikötőben ki kell cseréljék azokat európaira, mert egyébként nem mennek át a vámon. Belgiumban nemrég a kikötőben sztrájkoltak. Shanghaiban a kikötőbe ragadt néhány autó, mert rossz matricákat kaptak a Fremonti gyárban. További probléma, hogy nem lehet instant feltölteni a hajókat sem. Néha nagy vihar van az óceánon, néha lerobbanak a hajók, de volt már olyan is, hogy a Panama csatorna annyira feltorlódott, hogy muszáj volt hajóiknak megkerülniük Dél-Amerikát, mert így gyorsabb volt. Vincent kérdésére Elon válaszul elmondta, továbbra is Kína a legnagyobb piac az elektromos autók terén. A kínai piacos autókkal nem kell akkora szállítással számolni, a helyi alkatrészek olcsóbbak, de közben büntetővám kivételt is kaptak. Így nagyobb a haszon. Továbbá így hamarabb át tudják adni az autókat, még mielőtt a beszállítóknak kéne fizetni, így gyorsabban tud növekedni a cég. Viv megkérdezte, miért választották Berlint az európai következő gigafaktorinak. Berlin has the best nightclubs. Elon viccesen rávágta, mert Berlinnek vannak a legjobb nightclubjai. Komolyra fordítva a szót, a gyorsaság volt az elsődleges szempont. Eredetileg a BMW szeretett volna ott gyárat építeni. A legtöbb papírmunka már meg is volt, így ez nekik nagy előny volt. Plusz Berlinben vannak a legjobb mérnöki iskolák Európában, az ingatlan árak sem magasak, a dolgozóknak, akik járhatnak majd vonattal, mert van egy megálló közvetlenül a készülő gyárnál. A családos dolgozók pedig vehetnek a környező falvakban még kedvezőbb áron házakat. Elon szerint a legjobb, hogy a Giga Berlin úgy hangzik, mint egy cool nightclub. It does sound like some cool nightclub, I think. A Giga Shanghai úgy szintén, és ki ne akarna birtokolni egy nightclubot. I think that'll be, who doesn't know? Elon hozzátette, még mindig terve van a Fremonti hullámvasút, a gyár körül, ami természetesen Tesla hajtáslánccal fog működni. A beszélgetés a Cybertruckra terelődött. Elon sem gondolta volna, hogy 500,000-nál is több megrendelést kapnak rá. Kimball hozzátette, mikor először állt a Cybertruck előtt, hátra kellett lépnie, mert annyira ijesztő a kinézete. Elon elmondta, azon gondolkoztak, miért vesznek az emberek pick-upokat. Arra jutottak azért, mert tekintélyt parancsolnak. Mi az, ami tekintélyt parancsolóbb egy pick-upnál? Egy tank a jövőből. It's like, what's tougher than a truck? A tank. Like a tank from the future. A csapat megbeszélte, ki hány Cybertruckot rendelt. Csak Vincent 3-at. Amire a gyereke azt mondta, apa, ez a legcoolabb autó, amit valaha láttam. Olyan, mintha az Alienből jött volna. Elon elmondta az inspirációt a Blade Runnerből, a Mad Maxből, a Visszajövőből és persze az Alienből nyerték. A Blade Runner rendezője még életében láthatta a Cybertruckot, és nagyon tetszett neki. Elon nem volt biztos, hogy a nagy közönségnek tetszeni fog, de legrosszabb esetben gyárthattak volna egy normál kinézetű pick-upot. Elon szerint nem lesz egyszerű gyártani, hiszen nincs még egy exoskeleton felépítésű autó az úton. Elon megerősítette, hogy a Starship-pel egyező acélból készítik majd a Cybertruckot. Majd a csapat megemlítette Tim Dodd, vagyis Everyday Astronaut ötletét, hogy limitált szériában lehetne Starship test panelekből is gyártani a Tesla járművet. Elon hozzátette, Tim nagyon ért ahhoz, amiről beszél. Végül befejezésként mindenki köszönetet mondott. Omar azzal kezdte, hogy nehéz helyzetben volt, mikor megvette a Model 3-ast.
ami rengeteget segített azzal, hogy önvezetett, és nem kellett egyfolytában a szervizbe vagy a benzinkútra járnia. Elmondta, mennyire reménytelivé teszik az embert a Tesla termékei. Itt nagyon köszönte Elonnak és a Tesla csapatának is a termékeket, amik minden nap boldoggá teszik. Elon hozzátette, ez volt az elsődleges céljuk. Sok cég marketing felméréseket készít, kis csoportos teszteket, de valójában soha nem kérdezik meg az ügyfeleket, hogy tényleg szeretik-e az autót. Vincent megköszönte az interjút és kiemelte. Néhány éve Elon a negyedéves beszámoló végén azt mondta, az első dollár, amit a cégbe tett, az övé volt, és az utolsó, amit kivesz, is az lesz. Ez nagyon megérintette, és szerinte nincs még egy vezető, aki így gondolkozik. Viv elmondta, neki nincs Teslája, bár megrendelte a Cybertruckot, és részvényei is vannak. De rengeteg hihetetlen élményre tett szert, csak a termékek miatt, ami szerinte összehozza az embereket. Kali is megköszönte az inspirálást, amit a Teslának köszönhetünk, és amire szerinte jelenleg nagy szükségünk is van. Kristen csatlakozott az előtte szólókhoz. Imádja, hogy van egy cég és egy vezető, akik végre jót akarnak, és meg is lehet bennük bízni. Sofián is megköszönte a lehetőséget, és hozzátette, Elon is része a Third Row csapatának, és később szeretnének még egy interjút. Elon benne van az újabb interjúban, és biztos benne, hogy lesz miről beszélni, mert mindig lesznek újabb és újabb akadályok, melyeket nem lesz egyszerű legyőzni. A szervizhálózat bővítése szerint a következő nagy lépés. Omar végül megkérdezte, hogy Elon aláírná-e a Model 3-asát, amire Elon azonnal igen mondott, majd Sofián is megkérte ugyanerre. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek.